Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 1,3 milliárd forintból valósul meg az a komplex térségi turizmusfejlesztés, amely Nagykáló, Nyírbátor és Pócspetri települések mellett Érpatakot is érinti. Az új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban című projekt sajtónyilvános projektnyitó rendezvényén Simó Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, a Zsindelyes Tanyán egy olyan életképes vállalkozás zajlik, amely érdemes az Európai Unió és a Magyar Állam támogatására. Ami itt ki lesz állítva, az a térség kultúrájának része, ebbe a pálinka főzés szervesen belekapcsolódott, és belekapcsolódik is, de hát az állatsimogató, az eszközök, mezőgazdasági eszközök kiállítása, és a piac, a termelői piac, ez egy olyan hármast alkot, amely mindannyiunk számára tanulságokat hordoz, hogy az értékeinket, amelyeket a szüleink, nagyszüleink felhalmoztak, azt nekünk pedig meg kell őrizni. És ez a hely ezt fogja tenni. Aktívabb lehet a turizmus a Vármegyében a TOP Plusz pályázatnak köszönhetően, ezt már Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke mondta a projektnyitó eseményen. Hozzátette, ez úgy érhető el, ha a fejlesztések egymásra épülnek, és a megvalósítók együttműködnek más szervezetekkel és intézményekkel a térségben. Ennek a turisztikai fejlesztések, vagy általában a turisztikai fejlesztéseknek nem csak a turisztikai bevétel szempontjából, vagy a turisztikai haszon szempontjából van értéke, illetve értelme, hanem azt gondolom, hogy a térségre másféle módon világít rá, a térség értékeire. Tehát, hogyha az országból, vagy akár messzebbről ide látogatnak turisták, akkor felfedezik ennek a tájnak a szépségeit, az emberek vendégszeretetét, és ez további másfajta, nem turisztikai, hanem másfajta beruházásokat is vonzhat a térségbe. Érpatakon a valamikori fejlesztési alapok a Zsindelyes Fesztivállal indultak, majd megépült a kóstolóház. Ma már egészen más képet mutat ez a terület, ahol november 1-én a fejlesztési folyamat harmadik üteme kezdődhet el az alapítvány gondozásában. Megépül egy a fogadónak a bővítése, ahol a gáznak a használatát tudjuk lecsökkenteni szinte a nullára, egy hőszivattyú beépítésével gazdasági, illetve szociális részek kerülnek hozzáépítésre, ahogy mondtam, a hűtést ki tudjuk váltani a gázról. Megépül egy pálinka trezor, ahol a új fértőjém egy pálinkát 2020-tól kezdve minden év december 6-án püspökatya megszenteli, az évnek megfelelően 20 litert, 21-et, stb. És ezt folytatni szeretnék, és ez lesz elhelyezve a pálinka trezorba. Megépül egy tájház, ahol a mezőgazdasági gépeket, berendezéseket, eszközöket szeretnénk bemutatni, vagy fogjuk bemutatni interaktív módon. Tehát minden eredeti eszköz eredeti állapotában helyre lesz állítva, és egy kicsit interaktív módon bemutatva. Megépül egy olyan állatsimogató, ahol 705 méter karámremszer lesz körbe megépítve, istálók, istáló, ólak, és az őshonos állatokat szeretnénk bemutatni. A 316 millió forint támogatási összegből megvalósuló fejlesztések között szerepel még a kemence köré tervezett úgynevezett fürtös sziget megépítése is, amely egy mintagyümölcsössel, saját kilátóval ellátott pihenő része lesz a területnek.